Sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőnket az érettségi felkészítő tanfolyamunkon. A mai napon is az a cél, hogy mennél eredményesebben sikerüljön a felkészülés, mennél több pontot sikerüljön az emelt szintű történelmi érettségén szerezni. Ehhez pedig az egyik kulcs, hogy a történelmi esszéket, azt a hármat, amit emiatt szinten elvárnak minden diáktól, ezeket az esszéket mennél magasabb pontszámmal sikerüljön megírni. Mitől függ elsősorban a magas pontszám? Hogy az eseményeket alakító tényezők és a forrásbeépítés az magas szinten sikerül-e, hiszen az eseményeket alakító tényezők, forrásbeépítés, ez jelenti a szerezhető érettségi írásbeli esszékkel szerezhető pontszámoknak a kétharmadát. A mai felkészítőnkön is elsősorban az összefüggésekre szeretnénk összpontosítani, hiszen hogyha az összefüggéseket tudjuk, akkor azok az összefüggések, amelyekhez tudunk a megadott forrásokból forrásrészleteket rendelni, ezekre, mint forrásbeépítés fogunk pontokat kapni. Hogyha nincs az adott összefüggéshez a megadott forrásokban megfelelő forrásrészlet, akkor ezeket, mint eseményeket alakító tényezőket fogják a pontozók értékelni. Tehát lássunk is hozzá mai témánkhoz, ami nem más, mint az új rend megszilárdulása Első László és Könyves Kálmán idején. Először is tisztáznunk kell, hogy mi is az az új rend, amelyet meg kellett szilárdítani Lászlónak és Kálmánnak. Ezt az új rendet az ezres évek első évtizedeiben Első István király vezette be. Mi volt a változásnak, ennek az új rendnek a lényege? Hogy István az addigi pogányvallású és törzsi nemzetségi szerveződésű ország helyett feudális jellegű és katolikus vallású államot szervezett. A feudális jelleg, nézzük meg először ezt, hogy mit is jelent a feudális jelleg. Először is a feudális jelleg azt jelentette, hogy új tulajdonviszonyok kerültek bevezetésre, a régi törzsi nemzetségi tulajdont az emberek elvesztették, és teljesen új tulajdonviszonyok jöttek létre. Az ország területének körülbelül kétharmada királyi birtok lett, a maradék egy harmadon pedig a király világi hívei és a király egyházi hívei osztoztak, annak megfelelően, hogy a király kiket tekintett támogatóinak és kiknek adományozott földbirtokot. Nem csak a földek kerültek újraosztásra az egész országban, hanem ez azt jelentette, hogy a rajtuk lévő állatállomány, a különböző gazdasági épületek, gazdasági fölszerelések, állatok, szekerek és így tovább, ezek is tulajdonost váltottak. A tulajdon viszonyok radikális megváltozása mellett a függési viszonyok is mélyrehatóan megváltoztak, és egy sokkal szorosabb függési rend alakul ki. Ez egyrészt áll a személyi függésből, méghozzá ez azt jelenti, hogy elvesztik az emberek. Az embereknek a döntő része elveszti a szabad költözését, és megjelenik a röghöz kötés, ami az emberek számára nagyon nehezen elviselhető. A másik, ami a gazdasági függést jelentette, egy sokkal szorosabb a korábbinál, a nemzetségi rendben meglévő gazdasági függésnél sokkal szorosabb gazdasági függés jelent meg, hiszen a régi birtokukat vesztett emberek az új tulajdonosoknak most már munkajáradékkal és terményjáradékkal tartoztak. Ha például megnézzük az István által fölnégyeltetett Koppány somogyi birtokait, a nemzetségének a birtokaival, mi történt, itt az új tulajdonos a pannonhalmi apát lett, tehát a Koppány nemzetségéből, akik még életben maradtak, azok az új rendben kénytelenek voltak az új tulajdonost, a pannonhalmi apát urat munkával, terménnyel, különböző szolgáltatásokkal szolgálni. Ez volt a feudális jellegnek a legfontosabb ismérvei, de a vallási téren is nagyon nagy változások következtek be, ugyanis az emberek most már egyik pillanatról lényegében a másikra, tehát radikális, rövid idő alatt történt meg a római katolicizmus erőszakkal való elterjesztése. Tehát az új rendben már nem lehetett a régi istenek, pogány istenek kedvét keresni, hogy kutaknál, forrásoknál, szentfáknál áldozatokat mutassanak be,
Tehát a régi istenek támogatásáról ilyen módon le kellett mondani. A másik pedig, hogy a temetkezési rendben is radikális változás következik be, hiszen nem lehetett már régi pogány módra, pogány szertartások szerint mellékletekkel eltemetni az elhunyt hozzátartozókat, márpedig a pogány fölfogás szerint sikeres túlvilági életre csak azok az emberek számíthattak, akik megfelelő rituális módon mellékletekkel ellátva kerülnek át a túlvilágra. Az emberek számára érthető módon ez az új rend nagyon nehezen volt elfogadható, de az Istvánt követő 4 évtizedben világossá vált, hogy ezt az új rendet ledobni, ettől megszabadulni nem lehetséges, ezért az emberek mit csináltak, csak lazítani próbálták ezt. Miért lazul meg, vagy miért gyengül meg egyébként az István halálát követő 4 évtizedben, egészen László uralmáig tartó, 1077-ig tartó 4 évtizedben, miért is rendül meg az István által, vagy gyengül meg az István által kialakított új rend? Azért, mert ebben a 4 évtizedben nagyon is meggyengült az új rendet fenntartani hivatott központi hatalom, a királyi hatalom. És nézzük meg, hogy miért gyengül meg az új rendet fenntartani hivatott királyi hatalom. Ennek egyik fontos oka a trónviszályok. Az Árpád-ház tagjai egymással versengtek a trón elnyeréséért. Mi volt az a két alapelv, ami itt ütközött? Az egyik a szeniorátus, a másik pedig a primogenitúra elve. Szeniorátus azt jelenti, hogy a királyi családnak a legidősebb tagja szerezheti meg a trónt. Primogenitúra azt jelenti, hogy az elhunyt uralkodónak az első fiát illeti a trón. A trónharcok, hogy mennyire gyengítették az új rendet, mutatja például a vataféle lázadásnak a kibontakozása. Miért tudott a vataféle pogánylázadás 1046-ban annyira kibontakozni? Mert az Orzeló Péter ellen Oroszországból visszajövő András herceg szövetséget kötött a hatalom megragadásáért vatával, és együtt űzték el Orzeló Pétert. A másik fontos ok, ami miatt meggyengül a központi hatalom, amely a hivatott volt az új rendet fenntartani, ez a külső támadások, hogy ez köti le hosszú éveken keresztül az uralkodók figyelmét. A német-római császárság és azon belül is harmadik Henrik császár igyekezett Magyarországot hűbéri függésbe vonni, és ez ellen folytak a küzdelmek. Az új rendet a pogánylázadások is erőteljesen megtépázták, főleg az egyházi épületeket és szolgálattevőket, hiszen 1046-ban az ország jelentős részét elborító vataféle lázadás pusztította az új rendnek a vallási intézményeit. A későbbiek során, 1061-ben pedig a vatafia János pogánylázadással kellett megbirkózni. 1077-ben első László a trónra kerülésekor úgy dönt, hogy minden áron meg fogja szilárdítani az István által bevezetett új rendet. Ehhez elsősorban a vándormozgalomnak a leállítását tűzte ki célul. Miért bántotta Lászlót annyira a vándormozgalom, az úgynevezett korabeli iratokban kóborlások, miért bántották? Mert ez az új rendnek egy nagyon fontos elemét, a röghözkötést, a szabadköltözés megvonását, ezt vonta kétségbe, tehát a kóborlóknak mi volt a célja? Az volt a célja, hogy az ország központi területeiről, ahol már az új rend erőteljesebben képült, erről a központi területről elmenjenek, így próbáljanak kibújni az új rend szorítása alól, és a peremterületek felé igyekeztek, ahol még az új rend nem volt erősen képítve, vagy akár egyáltalán nem épült még ki. A vándormozgalom tehát a feudális rend elleni tiltakozásnak a kifejezése, annak az elutasítását is kifejezte. Ilyen módon politikai ellenállást jelentett, ezzel magyarázható a kemény föllépés a király részéről. A vándormozgalom üldözéséhez szorosan kapcsolódott a már említett tolvajlásoknak az üldözése, az ez ellen való föllépés is. Ez a tolvajlásokat mi magyarázta? Az eredeti lakóhelyüktől messze vidékre költözni igyekező kóborlók útközben
állatokat, szekereket, más javakat tulajdonítottak el. Miért? Nem csak a megélhetésük miatt tették ezt, hanem azért is, mert számukra törvénytelen volt, elfogadhatatlan volt az az új rend, ami a földeket, az állatokat, állatállomány, szekereket, más gazdasági felszereléseket az új tulajdonosoknak juttatta. Tehát itt megint csak a feudális rend egy fontos eleme, az új tulajdonviszonyoknak az elutasítása is szerepet kap, és pontosan az új tulajdonviszonyok elutasítása teszi a tolvajlást most már politikai büntetté, politikai engedetlenségé, és ezért magyarázható az, hogy miért van látszólag olyan aránytalan büntetés, hogy viszonylag csekély értékű lopásért is már az életével kell fizetni a tolvajnak, vagy éppen testi csonkítással, orrlevágás, szemkiszúrás. Sőt, azt látjuk a törvényekben, hogy magukat a bírákat is erőteljesebb, szigorú bíráskodásra ösztönözték, hiszen ha például mondjuk tegyük fel, van egy pogány néni, vagy egy néni, emese néni, akitől elloptak két libát, vagy eltűnt neki két libája, és ezt megtalálták mondjuk egy Zolta nevű fiatalembernél, de semmivel nem tudták bizonyítani, hogy az a két liba, mert Zolta váltig állította, hogy az ő két libája, azt ő senkitől nem vett el. Ebben a helyzetben mit csináljon egy bíró? A törvény mire ösztönözte a bírót? Ha a bíró azt mondta, hogy hát most két libáért ezt a fiatalembert akasszuk föl, mivel nincs konkrét bizonyíték, és szabadon engedte a fiút, akkor ha kiderült, hogy netán mégiscsak Zolta lopta el a két libát, akkor a bírónak minden vagyonát elkobozták, és őt magát eladták rabszolgának. Ha ebben a kétes helyzetben mondjuk két liba eltűnése után a bíró úgy dönt, hogy fölakasztatja az esetleg ártatlan fiút, akkor mi történik, hogyha kiderül a fiú ártatlansága, akkor csak a javakat kell visszaadni, amit a fiútól elkoboztak, illetve pénzbüntetést kell fizetni a bírónak, de őt magát nem adják el rabszolgának, és a vagyona se vész el. Tehát világos, hogy a bírák sajnos általában kétes esetekben is inkább a szigorúbb megoldást választották. Térjünk át a katolicizmus megszilárdítására, hiszen ez volt az új rendnek a másik fontos része. László egyrészt a pogány szokásokat igyekezett tiltani, a már említett pogány lázadások is mutatták, hogy nagyon is széles körben elterjedt volt még a pogányság az emberek között. Ezért László szigorú törvénnyel azt mondta, ha valaki a régi istenek kedvét keresve különböző helyeken ajándékokkal akar áldozni a régi isteneknek, az ökörrel kell, hogy fizessen. A templomba járást, ami ez úgy tűnik az embereknek nem volt nagy kedve, a templomba járást pedig verésekkel igyekezett ösztönözni László. A római katolicizmus megerősítését az intézmény rendszerének az újjáépítésével, helyrehozásával is igyekezett elősegíteni, hiszen szintén a pogánylázadások alatt templomoknak a tucatjait vagy akár százait borították lángba, rombolták le. Az 1992-ben tartott szabolcsi zsinat pontosan ezért részletesen intézkedett a templomok helyreállításáról, újjáépítéséről. A katolicizmus megerősítését és az uralkodóház tekintélyét szolgálták az 1083-ban végbevitt szenti avatások. Első István királyt avatták szenté, Imre herceget fiát, Imre hercegét avatták szenté, és Gellért püspököt, aki a 46-os pogánylázadás során vesztette életét, őket hármukat avatták szenté. Tehát még egyszer az uralkodóház tekintélyét is igyekeztek ezzel növelni, nemzetközi téren is, hiszen az említett három szent lett az első három magyarországi szent, tehát most már voltak nemzeti szentek is, és az emberek előtt is igyekeztek a katolicizmus tekintélyét ezzel növelni. László folytatta az egyház szervezet kiépítését, amit nagy léptekben István kezdett el. Egyrészt a bihari püspökséget, amit még István alapított, ő áthelyezte Váradra, másrészt Zágrábban alapított új püspökséget. A szerzetességnek a megerősítése is cél volt László számára, ezért tulajdonképpen egy nemzetközi eseményt is kreált,
amikor Somogyvárot új fényes bencés apátságot hozott létre. Lehet tudni, hogy ezt a franciaországi nevezetes Saint-Gilles bencés apátság pártfogása alatt hozta létre. El is jött az avatásra nem csak a híres apát, Odiló apát, hanem a pápa is követtel képviseltette magát, tehát ez egy nagyon fényes eseménynek számított. Az investitúra küzdele, ami a császárság és a pápaság között folyt már ebben László uralma alatt is, ebben az időben László a pápa hívének számított, hiszen IV. Henrik német-római császárral nagy konfliktusban volt. Miért? Azért, mert a császár támogatta azt a Salamon királyt, László ellenlábasát, akit a tróntól László fosztott meg. Első László kihasználta a pápasággal fennálló jó viszonyt, egyrészt arra, hogy az investitúrát ő maga gyakorolhassa, lásd például a zágrábi püspöknek a kinevezését, másrészt ez tette lehetővé azt is, hogy ne egyszerre, hanem fokozatosan vezethesse be a kötelező papi nőtlenséget, a cölibátust, hiszen László megengedte, hogy a törvényes és első házasságban élő papok a házasságukat fönntarthassák. Az 1095-től a hatalmat átvevő Könyves Kálmán folytatta elődjének a politikáját, neki is elsőrendű célja volt az új feudális rend megszilárdítása és a katolicizmus megerősítése, ennek megfelelően a vándormozgalom és a tolvajlások felszámolását folytatta, de a törvényei egyértelműen jelzik, hogy előrehaladás történhetett, hiszen a büntetési tételek már jóval enyhébbek voltak, mint László alatt. Másrészt az egyházszervezet kiépítésében egy újabb püspökség fölállítására kerül sor, ez 1113-ban történt Nyitrán. Ő pedig itt is befejezi a Lászlóféle politikát a cölibátus terén, hiszen ő már nem ad engedményt az első törvényes házasságban élő papok számára, hanem minden klerikus, minden pap számára kötelezővé teszi a cölibátust. És most lássuk, foglaljuk össze azt a 15 kulcsmondatot, amelyet vagy forrásbeépítésként, vagy eseményeket alakító tényezőként érdemes a forrásoknak megfelelően beépíteni a dolgozatba. Ezt szeretném most felolvasni. Első. Az első István halálát követő 4 évtizedben meggyengült az István által bevezetett újrend, mivel meggyengült a központi hatalom, amely hivatva volt az újrend fönntartására. Második. A központi királyi hatalom meggyengülését elsősorban a trónviszályok, a külső támadások és a pogánylázadások okozták. Hármas. A lakosság nagy többsége azért állt szembe az új renddel, mert döntő többségük elvesztette addigi nemzetségi földtulajdonát és azzal együtt állatállományát, gazdasági felszereléseit. Negyedik. Elvesztették az emberek szabad költözésüket és szolgáltatásokra lettek kényszerítve, az új tulajdonosoknak munka és terményáradékot kellett adniuk. Ötös. Mivel egyértelmű volt, hogy az új rendet nem lehet felszámolni, ezért a lakosság egy része az ország központi területeiről, ahol az új rend már jobban kiépült, a perem területek felé igyekezett elvándorolni, ahol a feudális rend még nem épült ki, ezt nevezzük vándormozgalomnak. Hatos. Első László kemény büntetésekkel igyekezett visszaszorítani a vándormozgalmat, a kóborlást. A kóborlás ugyanis az újrend által bevezetett röghözkötés elutasítását jelentette, tehát politikai büntetnek is minősült. Hetes. A vándormozgalomhoz szorosan kapcsolódott a tolvajlás megszaporodása, hiszen a messzi területekre vándorlók így biztosították a hosszú út során a szükségleteiket. Nyolcas. A tolvajlások elleni kemény föllépést főleg az magyarázza, hogy ez az új tulajdonviszonyok elutasítását jelentette, tehát politikai szembenállást is kifejezett a tolvajlás. 9. A római katolikus vallás megerősítését szolgálta a pogány szokások tiltása, a templomba járás szorgalmazása, mindez büntetések terhe alatt. 10.
A római katolicizmus erősítése érdekében Első László folytatta a római katolikus egyház szervezet kiépítését, megalapította a zágrábi püspökséget és Váradra helyezte át a bihari püspökséget. 11-es a szerzetességet is igyekezett erősíteni, ezt mutatta a somogyvári bencés apátság megalapítása. 12-es a pápasággal fenntartott jó viszonyt kihasználva maga gyakorolta az investitúrát, és csak fokozatosan vezette be a kötelező papi nőtlenséget, a cölibátust. A törvényes első házasságban élő papoknak nem kellett már felbontaniuk a házasságukat. 13-as Könyves Kálmán is fellépett a vándormozgalom és a tolvajlások ellen, de a büntetések enyhülése az új rend megszilárdulását mutatják. 14-es Könyves Kálmán is folytatta a római katolikus egyház szervezet kiépítését, és 1113-ban megalapította a nyitrai püspökséget. 15-ös utolsó, a pápasággal jó viszonyt tartott fenn László is, Kálmán is, és Kálmán uralma végén minden pap számára kötelezővé tette a papi nőtlenséget, a cölibátust. Nézzük meg néhány konkrét példát a forrásbeépítésre. A forrásbeépítésnek a lényege, hogy ezekben a megfogalmazott vagy más megfogalmazott lényegi összefüggésekbe a forrásokból kiválasztott lényegi elemeket építsünk be. Erre néhány példa. Ha például Lászlónak a törvényeit adják meg, például az, hogy aki 10 dénár értékűt lop, azt föl kell akasztani, erre például egy javaslat a saját mondatba beépítésre. Mivel a tolvajlások az új rend tulajdon viszonyainak elutasítását is kifejezték, ezért a csekélyebb lopásért is halálbüntetés járt, miként László II. Törvénykönyve rögzítette, idézett, ha valamely szabad 10 dénár értékűt lop, akasszák föl. Vagy például a pogányvallás visszaszorítására, hogyha szerepel ott törvényrészlet, akkor a saját mondatba beépítésre egy lehetséges változat a következő. A katolicizmus megerősítése érdekében igyekezett visszaszorítani a pogányságot, első törvénykönyvébe rögzítette, idézőjel, akik pogány szokás szerint kutak mellett áldoznak, bűnükért egy ökörrel fizessenek. Ha például térképet adnak meg, amiben a peremterületek felé való vándorlást mutatják a nyilak, akkor föl lehet hívni a figyelmet arra, hogy ez azért történik, mert a központi területeken már erősebben kiépült az újrend, míg a peremterületeken az újrend még gyengébben vagy egyáltalán nem épült ki. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és nagyon eredményes érettségit kívánok!